Köszöntöm Önöket Szóbeszéd című műsorunkban, ahol mindig arra vagyok kíváncsi, hogy mi az Önök véleménye. Szeptember 29-én ünnepeljük a kávé világnapját. Magyarország fejlett kávéfogyasztó nemzetnek számít, a 15 évesnél idősebb magyarok 70%-a rendszeres napi kávéfogyasztó. Általában reggel és ebéd után isszuk, és tipikusan a pörkölt, őrölt kávét kedveljük. Ezen a héten a kávéfogyasztási szokásaikról kérdezem Önöket, lássuk, hogyan kávéznak Önök. Ő szokott kávézni? Igen. És hogy iszza a kávé? Hát egy minimális cukorral és egy kis tejjel. És mindig is így itta? Igen. És hány kávét iszik meg egy nap? Kettőt. És ezt mikor szokta? Reggel és úgy délután, kora délután. Régebben is ennyit kávézott, vagy régebben azért többet? Nem, régebben is. Ezt tartom már hosszú évek óta. Meg ő szokott kávézni? Igen. És hogy iszza a kávét? Pohárral. Reggel 6 órakor egyet, meg 9-kor is, akkor köszönöm szépen, ennyi az egész. Tehát akkor délután szigorúan nem? Akkor nem már. És miért? Így szokott hozzá szervezetet szerintem. És ilyenkor hogy iszza, mit tesz bele? Barnacukrot. És tejet nem? De azt is teszek bele, tejet. És miért pont barnacukrot? Hát szerintem ez a legegészségesebb. Nagy kávés vagyok. Tényleg, és hogy iszod a kávét, milyen formában? Hát legutóbb csak kávé és egy icipici tejszínhab a tetején. Tehát szeretem most már erősen. Régen sok tejjel, most már inkább tejszínhabosan. És milyen időközönként kávézom, mondjuk naponta többször, vagy csak egyszer? Szívem szerint többször, de próbálom magam a napi 2-3. És miért, aggódsz esetleg az egészségedért? Nem tudom, úgy biztos már késő délután annyira nem jó. Kávézni nem szoktál? Nem. És hogy? Hogy? Kávét, soha nem is ittam. Nem tudom. Azért egyébként felpörget. Uh-huh. Túlpörget, és ezért. Akkor túl erős hatása van rá? Igen, nem bírja a szívem. És a tea, az inkább megnyugtat, vagy azt is azért iszod, mert sárkánytú? Szeretem az ízét, igazából. De egyébként a kávénak is szeretem az ízét, és szoktam koffeinmentes kávét inni, mert szeretem az ízét, csak ugye a hatását nem szeretem. És egy nap körülbelül hányszor kávézol? 5. Tényleg, és miért van ilyen sokra szükség? Hát nálunk a munkahelyemen a megbeszélések egy része is azok keretében történik. Tehát akkor szereted is, hogy naponta többször kávézol, igen, vagy? Igen, szeretem. És hogy iszod a munkahelyeden? Ugyanúgy, ahogy otthon? Ugyanígy, igen. Én olasz kávét iszom, és hát általában ritkán tejszínnel, csak simán szoktam inni. Hát akkor inkább feketén? Igen, feketén, de hát azért vigyázok, hogy ne legyen túl erős. Miért az olasz kávét kedveli? Ez a Lavazza Creme Gusto. Azt szoktam inni a legtöbbször, vagy a Qualita Orrót, ezt a kettőt. Ennek nagyon finom, legalábbis szerintem. Bejön az olasz, és hozzászoktatok már egy 20-ennyihány éve. De most már csak 2 iszom. Régen akkor sokat, 4-5 ittam. És miért volt ennyire sokat régenben? Hát mert én szülésznő voltam 48 évet, és akkor sokat, rengeteget éjszakáztunk, és valahogy így hazajöttem, akkor nem pihentem le, hanem a családom elláttam, sütöttem, főztem, és akkor bevágtam egy-egy kávét. Most már csak Most már csak 2. Most már csak az íze miatt? Most már csak igen. Hát kérdezzem meg, Önök szoktak kávézni? Nagy ritkán, igen. Tényleg is? Otthon készített saját presszós kis gépe. Igen? Igen. És miért csak ritkán kávéznak? Hát mert nem jó az egészségre állítólag. Bár reggel földob, ha iszunk. És azért dob föl, mert aki rendszeresen iszik, adnak, nem tudja élvezni annyira. Hát akkor azt gondolja, hogy kevesebb kávé az jobb? Igen, és jó kávé. És hogyan is iszta? Mit mondott? Presszót? Presszó kávét, igen, azt szeretjük. Kis cukorral, kicsit eljel. Ha nem otthon kávézol, akkor milyen formában szereted a kávét fogyasztani, mondjuk az új modern amerikai stílusban, hogy csak értemész, elrohansz, vagy szeretsz leülni és kiszolgálna? Szeretek leülni. Ez a elrohanós, ez itthon, ez még annyira nem egy modern. Talán most kezd bejönni, de nem igazán. De a magyarok nem szeretik, nem? Nem. Igazából szerintem a magyaroknál jellemző ez, a otthon ígyunk meg a kávét és úgy menjünk dolgozni.
külföldi munkám során ugye ez meg ilyen természetes volt, hogy reggel mész, veszed a kávét és úgy mész dolgozni. Ez hol volt? Írországban dolgoztam. Az ír kávé az finom, ugye? Igen. Nem munka alatt isszuk, de igen, nem rossz. És ott hogy iszel? Hát hasonló, ugyanez a cappuccino latte. Egyedül szokott kávézni, vagy szeret társaságban, családdal? Nem, csak etemeljeme. És ki főzi reggel otthon a kávét? Én. Reggel 4-6-kor. És még az ágyban iszek meg, vagy már kint a konyhában? Nem, akkor kimegyek a konyhában, megiszok, és már visszamegyek, bekapcsoljuk a tévét, és akkor nézzük a nagy csendét. 9-kor még egyszer. Így van, és ennyi. Csak otthon kávéznak, vagy esetleg néha kávézóba is elmennek? Kávézóba nem. Inkább otthon. Vagy vendégségben megkínálom. De azért megkérdezem, hogy milyen kávét főz, mert az sem mindegy. Az minőség sokat számít. És milyen kávét kedvel? Van esetleg egy kedvenc márka, vagy pörkölt, őrölt? Hát általában őröltet teszünk, mert őrlőgépünk az nincsen, úgyhogy az kell. Vagy néha még elszoktam, ha veszek egész szemet, akkor azt elropogtatok egy pár szemet. Tényleg? Ennyi. Hogyha nem otthon kávézik, akkor szokott esetleg társaságban, vagy családdal? Hát, ha elmegyünk, akkor igen, de ritkán. És akkor is feketén iszta? Akkor is igen, igen. És mit gondolom, milyen jó én fekete kávé? Presszóban jó főzöm, és akkor, de nem, szóval normálisan. És hogy kell csinálni a jó presszó kávét ön szerint, a jó olasz presszó kávét? Hát, ahogy én csinálom, simán oda teszem az adagot, nem túlkozom meg, mert akkor nagyon erős és nem élvezhető, tehát finom legyen. Mikor megóhajtom, akkor veszek tejszínhabot, de azt nem mindig. Úgyhogy sajnos felkelek reggel, akkor már kávézom. Most délután még nem ittam, most már valószínű nem is fogok, de reggel pontos. Hát egy rossz szokás ez is. Tehát akkor reggel és délután szokott? Igen, igen. Mit gondolsz arról, hogy most már Magyarországon is lehet úgy kávézni, hogy csak beállsz egy sorba, elviszed a kávédat és elszaladsz vele, szerinted hasznos? Abszolút, persze. Tudok menni közben, hogy nem. Akkor te annak mondjuk nem vagy a híve, hogy a kávézóban nyugodtan leülni, beszélgetni? Szoktam, de ez csak alkalmi szinten, hogyha barátokkal beülünk kávézni, de akkor konkrétan az a cél, hogy beszélgetünk és beülünk. Otthon szoktál elkészíteni, vagy szeret inkább kávézókba járni? Otthon inkább. És egyedül vagy társaságban kávézik? Nem, párommal, kettesben. És ki készíti otthon reggel a kávét? Ha hamarabb felkelek, akkor én, de általában azért ő, mert ő szokott hamarabb kelni. És hányszor szoktak egy nap kávézni? Kétszer. És mind a ketten? Igen. És a másodikat mikor szokták meginni? Hát általában ebéd után, ilyen 2 óra, legkésőbb olyan 2-ig bezárólag. És ezután már este felé nem szoktak kávézni, nem, ugye? Nagyon, nem jellemző. És milyen hatással van őre? Élénk itt azért? Nem, szerintem nem, nem. Abszolút nem. Szerintem ez... Akkor miért iszel? Megszokásból. És van valami reggeli rituálé, bögrével, ágyból, vagy valahogy máshogy beszélgetve asztalnál? Nem, inkább kinn az erkélyen. Egy kávé és egy cigi kíséretében. És hogyan iszel a teljes kávét? Cappuccino formájában, vagy csak egy picit a presszót felönti tejjel? Inkább presszók, igen. És ezt otthon szoktál elkészíteni, vagy máshol szereti meginni? Hát általában otthon, de hogyha úton vagyok, akkor nem probléma, akkor vannak jó helyek, ahol nagyon jó kávékat főzni. És vannak kedvenc helyei? Merre felé? Jó, például Ősvezértéren, ott a, hogy mondjam, középen a buszmegállók, ott nagyon jó kávét főznek, olcsó is, és hát jó. Akkor menet közben is kávézik? Igen, akkor esetleg egyet többet, vagy beszámítom, akkor itthon nem iszom. És egyedül szeret kávézni, vagy inkább társaságban? Hát inkább jobb társaságban, igen. Az és miért? Lehet beszélgetni? Igen. Köszönöm, hogy velünk tartottak itt a Szóbeszédben. Tegyenek így jövő hét szerdán is, amikor újabb témában kérdezem majd önöket. Viszontlátásra!